A film az Európai Unió európai integrációs alapjának támogatásával jött létre. Tudod, Elilla, hol vagyunk most? Hát hol a felébe? A Bozsi stadionba jöttünk, persze, hogy itt vagyunk. Na de nézzél körül, most hol vagyunk itt? Hát mi most is a Bozsi stadionban vagyunk. Szerintem a nappaliban állunk, mert képzeld el. Milyen nappaliban? Itt volt az a ház, ahol a Puskásnak és a Bozsiknak volt a lakása. Ezen a helyen? Ezen a helyen pontosan. Idegen légiósok. A sport zsoldosai. Nézd meg, épp ezt figyeltem is. Látom. Az 1940-es évek vége. És az a labda? Nézd meg, milyen gyönyörű. Egy feje? Aha, azért kopogtatom, tudod mikor. Hát ez egy olyan, inkább az igazi fejeshez menjünk. Nem kéne egy kicsit leporolni ezeket a kupákat és díjakat? Mert hogy a klub nagy múltú, hát ugye az is jelzi, hogy itt vannak ezek a régi-régi győzelmi trófeák. Nagyon vigyázunk rá, és ezeket én szoktam leporolni, és hát most nem volt rá időm, de megteszem. Lehet rangsorolni, hogy mire a legbüszkébbek? Hát a két kupa győzelemre feltétlenül. Igyekeztünk helyt állni a nemzetközi porondon, és hát a futballakadémiánkra, ami Magyarország legsikeresebb futballakadémiája. Hi, who the smallest player? Joel. Joel. Where are you from? I'm from Liberia. And the highest one? Senegal. Tudjátok, hogy hány országból vagytok itt összesen? Jelen 30-ból. 10. 10 vagy 30. Mi hozunk idegen légiósokat, leginkább Afrikából, Brazíliából, fiatalokat. Megpróbáljuk őket, hogy esetleg tudnak a Honvédnak segíteni. Vannak olyanok, akik komoly segítséget nyújtottak és nyújtanak, és ezekre építeni is tudunk az akadémistáink mellett. Marshall, aki már 2 éve van itt, vagy Abbas, aki 4-5 éve van itt, szívesen vannak itt, szívesen vannak Budapesten, és nagyon szeretik a Honvédot, kimondottan szeretik. Mikor érkeztél Magyarországra? 2 éve érkeztem, de én már 11 éves korom óta játszom. Odahaza Nigériában a harmadosztályban kezdtem, majd pár év múlva sikerült bejutnom a belga csapatba, és most itt vagyok a Honvédben. Amikor ide érkeztem, elég nehéz volt, főleg a nyelvtudás hiánya és a mentalitásbeli különbségek miatt is. A játékstílus is igen eltért attól, amit én megszoktam, de pár hónappal később már kezdtem megérteni a rendszert, a csapat is befogadott, és mindent megtettek, hogy otthon érezzem magam is jól tudjak teljesíteni. Érteni kell, hogy egy Afrikából ide került játékosnak, én úgy látom, minimum 6 hónap kell ahhoz, hogy itt aklimatizálódjon. Néha szerencsénk van, és néhány játékosnál ez hamarabb megtörténik. Azt szerintem ez most jó. Most itt van szerintem 4 éves, most 2 éves itt Budapest, Honvéden, szerintem ez nagyon jó. Én szeretem Magyarország, szeretem itt játszik meg, ez szép város, szerintem ez nagyon jó. Kérdezni, ez a harangszó azt jelenti, hogy kerek órához értünk, úgyhogy nem sokára kezdődik az edzés, de azért befejezzük ezt az interjút. A játékosok mindegyike más-más kultúrából jött. Vajon hogyan tudja ő összerakni, összeegyeztetni stratégiailag is és taktikailag is a csapatot, hiszen a mentalitása egy nigériainak egészen biztos, hogy más, mint egy románnak, vagy egy magyarnak, vagy egy szenegálinak. Jugadores de diferentes culturas, porque por ejemplo la mentalidad de un nigeriano es totalmente diferente de un rumeno o serbio, o sea cualquier cosa. Sí. Ez valóban nem egyszerű, hiszen az egyes játékosoknak folyamatosan bizonyítaniuk kell, hogy ők a maximumot kihozták magukból, és mivel a régió legnagyobb csapata a Honvéd, ennek megfelelően az elvárások hatalmasak. Tehát a külföldieknek és a magyaroknak együtt kell dolgozniuk. Természetesen a magyarok a magyarok felé húznak, az afrikaiak is megpróbálnak együtt maradni, és a délszlávok is összetartanak egymással, de ezt kell az edzőnek megoldani, hogy ezeken felül, amikor a pályára lépünk,
akkor legyen egy olyan összetartás, ami a kispesti színeknek dicsőséget szerez. Marsal milyen focista? Rengeteget fejlődött, mióta idejött, úgyhogy azt mondom, hogy most már erőssége a Honvédnak. Marsal egy olyan játékos, aki szívvel, lélekkel küzd, és mivel van annyira intelligens, megértette, hogy itt Magyarországon a külföldiek vendégek, és az itteni rendszert nem tudják megváltoztatni, hanem az ő saját kultúrájukból hozzanak olyan pozitív dolgokat, amelyek az itteni játékban adnak valamilyen pluszt. I'm playing football. A profi labdarúgóknak kell a kihívás, és a Honvéd nekem most ezt jelenti. Lehet, hogy holnap kapok egy jó ajánlatot valahonnan, de nem erre koncentrálok, hanem arra, hogy itt a legjobbat hozzam ki magamból. Ugye ezek a játékosok jó része a fizetésének 50-60-70%-át hazautalja a családjának Afrikába. Pénzből élnek, a karrierje az lehet, hogy 3 év, lehet, hogy 10 év, ez egy alatt kell megkeresni azt a pénzt, amiből ő esetleg a jövőjét tudja biztosítani. Mit gondolt a családod, amikor ide érkeztél Magyarországra? Yeah, my family is in Africa. A családom Afrikában van, és bár sokat beszélünk telefonon, hiányoznak nekem. Próbálom őket innen segíteni, és igyekszem, hogy büszkék legyenek rám. Egy külföldi játékosnak pontosan ugyanúgy lehet adni a lelke, mint egy magyar játékosnak. Lehet a kommunikáció egy kicsit bonyolultabb, mivel nincsenek meg azok a nyelvi eszközök, még ha valaki beszél is nyelvet, vagy ami egészen más, ugye magyarul, de abszolút ugyanaz a feladat egy külföldi játékossal, jelen esetben nigériaival, horváttal, szerbel, szenegálival, bármelyikkel. Úgyhogy ebben nincsen semmilyen különbség. Az teljesen normális, hogy amikor új játékos jön, mindenki úgy reagál, hogy ez meg kicsoda, de a csapatban sokan voltak, akik bátorítottak az elején, mert sokat kellett fejlődnöm, és az edző is olyan, mintha az apám lenne. Nagyon örülök, hogy ilyen csapatba kerültem. Ide szoktak járni tényleg a Honvéd focistáig? Így van, jó helyen vannak. És ahhoz öltöztek? Hát körülbelül. Hajrá, Honvéd! Biztos vagy benne, hogy egy baba van itt a pociba, és nem egy foci labda? Teljesen biztos, igen. És milyen sportágra fogod járatni? Most, ha ez rajtam múlna, akkor... Akkor nem focira. Hát nem. Magyar órát mikor tartottatok utoljára? Hát neki nem kell, mert őnek is saját bejáratú magyar tanára van, igen. Én vettem egy magyar szótárt, és abból próbálok tanulni. Mindenott tanulok egy kicsit, de bonyolult egy nyelv. Ki tud a legjobban magyarul a külföldiek közül? Abbas. Iván. Nem, Iván. Iván csak letagadja. Nem, beszélj csak fél. Egy kis fél. Tanultál valamit magyarul? Tudsz valamit magyarul? I know Hungarian word like hogy vagy. Tudok már néhány kifejezést, de a többségük a futballal kapcsolatos végtére, és ezért jöttem ide. Azt most nem mondanám, hogy mi a legelső szó, amit minden külföldi megtanul. Igen, ezt én nagyon jól tudom. Így van, szerintem ezt mindenki tudja. Igen. De azon kívül persze, főleg az olyan szavakat, amiket a pályán kell használni, azokat elég hamar meg. Offside. Offside, igen. Magyarul. Jó magyarul offside, igen. Jó magyarul offside. You know what is offside in Hungarian? Offside? Les. Les? Yes. Te tudsz magyarul, az rendben van, de vannak itt a csapatban, akik nem tudnak magyarul. Milyen nyelven beszéltek egymással? Angolul. Angolul kieskedünk, magyarul is kicsit. Próbálom megtanulni együtt mindenkit. Én is beszélek 100%-ig magyarul, és nekem is jobb. És hogyha buzdítod a csapatot, mondjuk Marsalt, akkor mit kiabálsz neki? Hajrá! És angolul, magyarul? Angolul, magyarul, ahogy öngyorsa van. Vannak magyar barátaid? Yeah, I have friends. Vannak, de ők beszélnek angolul.
Leggyorsan akkor tanulnak, hogyha van egy magyar barátnőjük. Iskolában nem járnak. És van magyar barátnőjük? Előfordul. Kinek van magyar barátnője? Sekes. Mindenkinek. És akkor kinek van több? Csak egy. Bravo. Azt szokták mondani, hogy a futballban kell a pontosság. Egy fél órája rátok várunk, nem tudom, kezelésre jöttél, vagy pedig dolgozunk. Egy percet kérek. Jó, hát addig, amíg te élvezkedsz, addig mi beszélgetünk. Ha egy nigériai, vagy egy szenegáli, vagy nagyisten, egy gánai, vagy egy kínai, vagy egy szerb futballista van itt a kezed alatt, igen, és az ismert magyarok, igen, akkor van-e különbség? Például izomzatban. Izomzatban van különbség köztük, mert most az, hogy gánai vagy nigériai, abban nincs különbség, de hogy Afrika vagy Európaiban igen komoly különbség, igen, van. Tapasztalatom szerint lényegesen nagyobb izomtömeggel rendelkeznek az afrikai játékosok, uh-huh, és talán egy kicsit más összetételű az izom szerkezetük, jobban elkülönülnek az izomrostok. Én úgy érzem, amikor masszírozom, hogy talán az alapvető testzsír százalékuk is alacsonyabb. Hmm. Ezt úgy mondják, hogy igen, hát gyárilag olyan izomzattal rendelkeznek, hogy tényleg csak itt irigykedünk itt, amikor a többi labdarúgó is nézget. Hogy van ennek ilyen izomzat? Életében nem volt konditerem. És a másik az, hogy nem is hízékonyak, igaz? Tehát nem nagyon híznak el. Hozognak is eleget. Nem híznak el. Én mennyire kell odafigyelni az étkezésetekre? Hát azért oda kell, de azt gondolom, hogy ez most már, hogy felnőtt emberek ülnek, ez kialakult. Tehát ez nem egy olyan új dolog, hogy most erre annyira oda kell figyelni, ez megvan, mit tehetünk, mikor ehetünk és mennyit. De hát náluk ugye a genetika eleve adott, hogy ők annyit esznek, amennyit akarnak, akkor sincs rajtuk egy deka zsír sem, semmi. És már látom kezdni kiválasztani. What do you want to eat? What do you like? Pörkölt. Nézd meg, itt a Kispestet még Y-nal írták, Báriban egy nemzetközi tornát nyert meg a csapat, méghozzá 1930-ban. De azért nézd meg, hogy milyen értéke volt a játéknak és magának, a trófeának, hát, és egyszerűen hihetetlen. Bronz. És akkor nézzünk meg most ezek után egy mai kupát. Hát amennyiben mai és nem valami Kínából vásárolt. Az az igazság, hogy egy ilyen klub életében, ahol voltak hihetetlen személyiségek, ahol nagyon nagy történelmi múltra tekintenek vissza, ott a nézők is, és az egész magyarság is elvárja, hogy a Honvéd teljesítse. Mennyire ad vonzerőt egy fiatal külföldi játékosnak az, hogy Honvéd, tehát egyáltalán tudják kötni, hogy mit jelent honvédosnak lenni? Tudják, hogy kik voltak a honvéd játékosok? Én azt gondolom, tudják, szívesen jönnek ide hozzánk, illetve az edzőinknek, nevelőinknek is az a feladata, hogy erről őket informálják és elmondják nekik, hogy kik és milyen fantasztikus játékosok játszottak itt. A nagyapám mesélt nekem a régi nagy generációról, így én tisztában voltam vele, még mielőtt idejöttem volna, hogy a Puskás nemzedék milyen nagy hősökből állt, és nagyon örülök, hogy ezeknek az embereknek a szellemét a mai napig érezni Magyarországon. Te vagy itt a legrégebben, most már jó néhány éve az akadémián. Mi tart itt? Miért maradtál itt? Szerintem mindenki fejlődött itt is. Én is azt éreztettem, hogy fejlődtem, azért maradtam. Több akadémistánk van, akik magyar lakta területekre jöttek az elmúlt években, és ők az akadémián vannak. A Magyarország szerintem nagyon sokat adott 5 éven alatt, meg a Honvéd is. Itt tanultam, fociztam. Itt minden itt volt, és azért kell köszönni edzőnek és nevelőtanárnak, mindenkinek, aki foglalkozott velem. Az jöttem, amikor 15 évesen voltam, mint fiatal gyerek voltam, és azt megtanultam, hogy férfi legyen. Az sok minden benne van, igen. Magyarországon a Honvéd az egyik olyan csapat, ahol a legtöbb idegen légiós van. Miért kell ennyi légiós? Különösen az utóbbi években, amióta új tulajdonos van 2006 óta. Én azt gondolom, a futball az egyre inkább nemzetközivé válik.
el kell mondanom azt, hogy a Honvéd életéhez nagyon fontos az, hogy néhány idegen légióst kineveljünk, és el tudjuk adni őket egy-két év múlva, mert az a pénz az feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a felnőtt csapatot tudjuk működtetni. Akik ide kerülnek idegen légiósok, azok mind ingyen igazolható játékosok, ingyen jönnek hozzánk, sőt, még a menedzsereiknek sem fizetünk. Lehetnének magyar játékosok is, ha lenne még évi 1 millió eurónk erre, de nincs. Ha itt ilyen sok tehetséges magyar van az akadémián, akkor miért van vele idegen légiósokkal a csapat? Nem kell megsértődni a kérdését. A focisták átlag életkorát tekintve a Honvéd Magyarország legfiatalabb csapata, és sokszor 3-4 akadémistával a pályán fejezünk be egy mérkőzést. De figyelembe kell venni, annak ellenére, hogy a Honvédnek van itthon a legjobb akadémiája, a felnőtt labdarúgáshoz a fiúknak egy hihetetlenül nagy ugrást kell véghez vinni, arra őket fel kell készíteni, ráadásul köztudott, hogy a fiatalok hullámzó teljesítményt nyújtanak. Teljesen mindegy, honnan jön az illető, hiszen a pályán a teljesítmény nagyon-nagyon hamar mérhető, és a futball egy olyan dolog, ahol azonnal választ kapsz arra, hogy milyen vagy. Ha egy kicsit is elalszol, vagy kicsit is nincsenek meg azok a képességek, amik kellenek, azonnal kibukik, hogy nem vagy oda való. Én azt látom, hogy ugyanúgy dolgoznak, mint a magyarok. Mindenki próbálja a legjobbat kihozni magából. Persze fizikálisan vannak eltérések, és ennek megfelelően azokat kell a pályára küldeni, akik a legjobban teljesítenek. Így ők több lehetőséget kapnak játszani, de egyébként nincs különbség. Rossi úr, itt most új. Hogyha visszagondolsz a korábbi pályafutásodra, milyen edző? Négy szem közt. Nekem az első külföldi edzőm. Én azt mondom, hogy rengeteg a taktikai dolog az olasz edzőnél, úgyhogy talán ebben változik a többi edzőnél. Rangsolni nem akarok, sok jó edzővel dolgoztam együtt, ő is közéjük tartozik. Jó, ha olyan külföldiek vannak a csapatban, akikre a fiatalok példaképként felnézhetnek, mind a futball tudásuk, mind az emberi viselkedésük miatt. Ezzel nő a csapat sokszínűsége és a csapaton belüli lehetőségek is. Azt gondolom, hogy azért, aki befogadó és aki nyitott szemmel jár, az szeret tanulni, és szereti a jó dolgot leszűrni akár a külfölditől, akár a hazai személyiségektől. Nálunk ez még egy kicsit gyerekcipőben jár ez a sztori, de azért már érezhető a változás, hiszen egyre több csapatnál van egyre több külföld. Mit tanultál a magyaroktól? Okay. Rögtön el is mosolyogta magát, látod? Ez az első kérdés, amire elmosolyogta magát. Szóval mit tanultál a magyaroktól? A magyarok nagyon jókedélyűek, szeretnek viccelődni az öltözőben is. De azt értékelem, hogy egy vesztes mérkőzés után sem törnek le, hanem új erővel vágnak neki. Szerintem ez jó dolog. Nagyon sokat viccelődnek, sokszor jó hangulat telik el az edzés öltözőbe, és próbálnak közeledni egymáshoz. Akkor ezek szerint jónak tartod azt is, hogy például a Budapest Honvédnál mondjuk a kezdő csapatban egy vagy két magyar van. Én azt gondolom, hogy az az edző, aki nemzetiség alapján válogat, az nagyon hamar megbukik. Én azt gondolom, hogy teljesítmény alapján kell, hogy válogasson az edző. Hogyha a magyar fiatal van annyira jó, hogy bekerüljön a csapatba, akkor úgy is befog. Volt egy olyan programjuk és kezdeményezésük, amivel próbálták kénytelen vagyok ezt a szót használni, ugye a rasszizmus visszaszorítását. Van ennek valami érzékelhető hatása? Én azt gondolom, hogy van, de a legnagyobb hatás az, hogyha a játékos úgy teljesít, mert akkor imádják. Hát először is látni kell, hogy a szurkoló legnagyobb része, 99% abszolút nem rasszista, és nem vesz részt ebben a dologban. Van 1%, amely huhog, amely nem tiszteli a játékosokat, ezek ellen lehető legkeményebben fellépni. Előfordul, hogy a vesztes meccsek után elégedetlenek a szurkolók, de nincs ebben semmi különös. De általában véve jó fejek. A szurkolók itt elvárják az eredményt, és ha sikerül összehozni azt, akkor nagyon jó a légkör, ami körbevesz. Ha elmaradnak a gólok, akkor nehezebb, ezért mindent megteszek, hogy ne legyen néma a stadion. Ilyen beilleszkedési gondok nem voltak?
Szurkolók hogyan fogadták őket? Szurkolóink ugye természetesen kritikusak, de ha valaki 90 percet végighajt, és mondjuk nem tud még úgy cselezni, mint Samuel Eto'o, azért azt el tudják fogadni. Azt nem tudják elfogadni, hogyha valakinek a szíve nincs ott a pályán, ami teljesen jogos és érthető. Jó érzés, amikor a nevet kiabálják a lelátón. Ez arra ösztönöz, hogy még többet tegyél a csapatért. Vannak-e beavatási szokásaitok? Van-e szivatás? Nincs. Nem létezik. Rendes csapat, itt nincs szivatás. Általában az új játékosok egy pizzával szoktak minket megvendégelni az egész csapatot, úgyhogy... Persze az elején viccelődnek, főleg amikor nem vagyunk biztosak a szavak jelentésében, de ez szerintem egy pozitív dolog. Az idegen légiósokkal kapcsolatban érdekes dolog, hogy ugyanúgy, ahogy nekünk vannak magyaroknak idegen légiósaink, és van, akire nagyon büszkék vagyunk, és van, aki évek óta jól teljesít külföldön, ugyanakkor van olyan, aki fél év után hazajön, egy év után hazajön. Ez nálunk is ugyanez a tendencia. Természetesen mindent megteszek azért, hogy a Honvéd minél jobb csapat legyen, de kell nekünk a kihívás, hogy még többet fejlődjünk, és még magasabbra is tehessük a lécet. Azért nagyjából nem itt tervezik leélni az életüket, hanem jönnek és ugródeszkaként próbálják használni akár Magyarországot, akár egyes klubokat, ami olyan szempontból lehet jó, hogy ahhoz nekik nagyon jó teljesítményt kell nyújtani, hogy innen ki tudjanak ugrani. Mert hogyha nem, tehát hogyha egy magyar bajnokságban nem vagy kiemelkedő, akkor egyértelműen a nyugati futballkultúrában sem fogsz tudni beilleszkedni. És vannak olyan srácok, akik ezt abszolút fölfogják és megértik, és igenis a céljuk az, hogy külföldön folytassák még magasabb szinten, ők mindent megtesznek azért, hogy ez sikerüljön. Van olyan, aki olyan körülmények közül jön, hogy neki már ez is nagy dolog, hogy itt van köztünk. Ők is ugyanúgy mindent megtesznek, csak ők nem gondolkodnak annyira távlatosan. Hát mindenkinek az álma, hogy egyszer külföldön futballozzon, és én is külföldön szeretnék játszani. Ide jön egy játékos, 2-3 évig itt játszik, és utána megkeresik őt külföldről. Addigra ugye van egy menedzsere, aki hát szeretné őt eladni, és én erővel itt tartom őt, annak a fizetésnek a töredékéért, amit ő kint kereshetne. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan személyiség van, aki azután is ugyanolyan módon küzdene és hajtana minden mérkőzésen, mert lelkileg megviselni. Egy focistánál sose lehet tudni, hogy mikor megy, mikor jön, és mikor kell távozni egy országból. Mi a célod? Mi a következő állomás? Hova szeretnél eljutni? Hiszen gondolom, Magyarország nem a végleges célod, hogy itt játszál. Én most a Honvédnél játszom, és minden erőmet beleadom, hogy a csapat jó eredményeket tudjon elérni. Persze a focistáknál sosem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap, de addig is megpróbálom itt a legjobban eltölteni az időmet. Ha most szerződést ajánlom a Barcelona, mennél? Most megyünk. Tagok! És te mit tudsz? Én azt, hogy ez 30 másodpercben mondtad el, és 10-be kéne. Úgyis képzik. Bocsánat. Szevasztilla, véletlenül hívtalak. Megint hívtál? Hajrá, Fradi, MTK. Itt nem lehet fel. Csak kispes. Köszönjük szépen. A film az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával jött létre.